Országszerte megérkeztek a tankönyvek az iskolákba. A Szekszárdi Garai János Általános Iskolában medencedezték és pakolták a kiadványokat ma délelőtt. Az iskola intézményvezetője azt mondja, idén több taneszközt kellett rendelniük, mint tavaly. A mai napon sikeresen átvehettük, 6098 darab tankönyv érkezett meg hozzánk hiánytalanul. Évfolyamonként, illetve osztályonként két tankönyvcsaládból választhattak, vagy választottak a kollégáink ebben az évben. Úgyhogy hiánytalanul megérkeztek ezek a tankönyvek, a rendelkezésre állnak. 28-án lesz nálunk tankönyvosztás, úgyhogy akkor várjuk majd a szülőket a tankönyvek átvételére. Míg korábban a rászoruló és szegényebb családokon kívül mindenkinek kellett fizetni a tankönyvekért, 2013-tól kezdve fokozatosan kezdték bevezetni az ingyenes kiadványokat. 2017-től kezdve pedig az 1-től 9. osztályig ingyenesen kaphatták meg ezeket a diákok. A tankönyveket a gyerekek 1-től 8. évfolyamig ingyen kapják meg. Az elsős másodikosok pedig különleges helyzetben vannak, ők az évvégén haza is vihetik ezeket a tankönyveket. Harmadik évfolyamtól pedig életbe lép a tartós tankönyves helyzet, ami azt jelenti, hogy a tankönyveket kell visszaadni évvégén a gyerekeknek. Ez nálunk általában nagyon szépen szokott működni, határidőig vissza szokták hozni, és olyan minőségben úgy utána a következő évfolyamosok is tudják hasznosítani. A középiskolák 10-11-12. Évfolyamán azonban ismét fizetni kell a tankönyvért. A szeptember 1-én kezdődő tanévre az oktatási intézmények összesen 13.070.000 darab könyvet rendeltek, ami a tavalyi évhez képest körülbelül 570.000-rel több tankönyvet jelent.